Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Zoltán, 7. kerületi önkormányzati képviselő a Fidesz-KDNP színeiben. Szép jó reggelt kívánok! Úgy már valami mást akartam mondani, de hát ezt még korai mondani, amit én gondolok. Mi történik a 7. kerületben? Csak nem nyugszanak? Nem tudnak honnét pénzt szerezni? Hisz elektromos autókat, akik normális helyen parkolnak, senkit nem zavarnak, megbilincselnek. Ennyire nincs pénz, így kell pénzt gyűjteni? Hát én is egyre szomorúbbnak látom azt a tendenciát, ami az önkormányzatnál zajlik. Világosan látszik az, hogy az elmúlt 9 esztendőben, azzal együtt, hogy 10 milliárdos adóssággal vettük át az önkormányzatot, és volt egy konszolidáció 2012-ben, mindig mindenre jutott, mindenre tellett, amire az önkormányzat elszánta magát, folyamatos fejlesztések mellett. És annak ellenére is, hogy 11 milliárd forintos plusszal adtuk át az önkormányzati kasszát, azt látjuk, hogy egy leépülés megy végig Erzsébetvárosban. De ennek alapvetően nem financiális okai vannak, nem pénzügyi problémák okozzák ezt, mert azt gondolom, hogy a szemléletben van probléma, és egy nagyon hibás szemlélet az is, amikor úgy kíván bevételhez jutni az önkormányzat, hogy az embereket, a lakosságot sarcolja, bírságolja, és gyakorlatilag vadásznak azokra az autósokra, akik egy elrejtett tábla mögé behajtanak, vagy azokra, akikre fel lehet tenni a kerékbilincset. Szerettük volna megkérdezni az objektivitás kedvéért 7. kerület DK-s vezetését is, illetve ezt a furcsa koalíciót, ám felső utasításra velünk nem állnak szóba, úgyhogy higgyék el nézőim, mint mindig én szerettem volna mind a két oldalt bemutatni önöknek, de a sajtószabadság mögé bújva úgy döntenek, hogy ők annak nyilatkoznak, akinek akarnak. Érdekes, ezt majd Isten segítségével hamarosan Jurova asszony is tárgyalni fogja. Igen, igen, ez ugyanaz a Jurova asszony, aki általában elítél minket, jogállamiság, meg ne folytassam. Ez is egy jogállamisági kérdés, hogy egy parlamentben lévő magyar párt, illetve egy koalíció, aki részben van a parlamentben, részben nem. Itt szoktam említeni a francia salátát, de már annyira megromlott, hogy arról már nem is beszélünk. Tehát ők blokkád alatt vannak, na nem helyeztük őket blokkád alá, hanem ők nem jönnek ide. Mi is ez, hanem izgatás? Mi is ez, hogyha nem visszaélés azzal, hogy a választók megválasztották őket? Na, kíváncsi vagyok, hogy hogyan a jövőbe. És akkor térjünk vissza önre. Van erről valami vélemény egyáltalán? Hát van erről véleményünk, hiszen azt gondoljuk, hogy nem ez a helyes út. A lakosságot szolgálni kell, és hozzá kell segíteni őket a jobb élethez. Én azt látom, hogy egy olyan tendencia indult el, amiben mindenhol azt keresik, hogy hol lehet sarcolni, és hol lehet gáncsolni a lakosságot. Ez egy teljesen más politika, mint amit az elmúlt évtizedben megszokhattunk. És egyébként mi is nagyon sok mindenre kíváncsiak lennénk, amit nem tudunk megkérdezni. Hiszen amikor azt mondja ez a koalíció, hogy ők demokratikusak, és azt mondják, hogy különböző fórumokon egyeztek a testület tagjaival. Nagyon érdekes, hogy például a fászáró növényeknek a rendetéről valóban konzultálnak, de egymilliárdos épületekről nem. Hiszen a Veselényi utca 17-ről, a Damjanich utca 4-ről arról elfelejtenek konzultálni, és úgy alkotnak rendeletet, hogy arról nem kérdezik meg a képviselőtestületnek a tagjait. A jelenlegi helyzet, a katasztrófa védelmi törvény az lehetőséget biztosít a polgármestereknek, sőt, őket kérte fel arra, hogy döntsenek a veszélyhelyzet ideje alatt, de azt gondolom, hogy akkor nem kell eljátszani a demokratikus kerületvezetőknek a szerepét, hogyha nem képesek arra, hogy valódi konzultációt folytassanak, hiszen mi jeleztük többször is, hogy mindig rendelkezésre állunk. Érdekes módon feltételezhető, hogy a 7. kerületben most már nem zöldség, vitamin csomagokat, hanem majd biztos kompjútereket osztanak a 80 éven felülieknek, hisz... De ha már kompjúter, akkor legyen az, kakó biztos. Igen, az önkormányzat, igen, ez egy visszatekintés, de hát hol vannak ők már? Tehát ha információhoz akarnak hozzájutni, akkor csak is elektronikus úton a kerület honlapján, vagy a közösségi oldalon közlik. Sőt, mi több már föltették. Én azt gondolom, hogy ha most felmegyünk az erzsébetvárosi oldalra, és meg akarjuk tekinteni a rendeleteket, illetve az előterjesztéseket, súlyos hiányosságokat találunk, hiszen nagyon sok dokumentum van, ami hiányzik,
illetve én nem vagyok elégedett a dokumentumoknak a rendezésével és az elnevezésével sem, hiszen nagyon nehéz ott megtalálni az egyes dokumentumokat. Én azt gondolom, hogy ott is rendnek kellene lennie, hogy a választópolgárok eligazodjanak, hiszen érkezett is hozzám ilyen típusú lakossági panasz, másrészt pedig az önkormányzatnak a lakosságot kell szolgálni. Arról nem beszélve, hogy ha megnézzük a költségvetésbe, ja, van már költségvetés, hogy megnézzük benne? Van költségvetés, mert kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy februárban ezt elfogadja, de épp a napokban szemlézte és cikkezte az egyik baloldali sajtó, akit nem lehet jobboldali elfogultsággal vádolni. Ugye, vagy a honlap használhatatlan. A honlap használhatatlan, és úgy tették közzé a költségvetést is, hogy abban nem lehet keresni. Azt gondolom, hogy korábban mindig lehetett keresni a költségvetésben. Viszont amit mi kerestünk benne, azt nem találtuk. Hiszen, ahogy mondtam, hogy a korábbi években 4-5 milliárd forint értékben volt fejlesztés az Erzsébetváros fejlesztési terv alapján. Ezt megszüntették, és nagy elánnal bejelentették a tavalyi évben az Okosváros fejlesztési programot. És a költségvetési egyeztetés arra rákérdeztem a polgármesternél, hogy pontosan mennyit szánnak az idei évben az Okosváros fejlesztési tervre, és arra 0 forint jut. A minap rohanni akartam valahova, és nem akartam a saját autómat igénybe venni, úgyhogy egy taxit hívtam, hogy melyik céget, azt természetesen nem mondom, és mondták, hogy ismernek, nagyon szeretik a tévét, de ne haragudjak, ők ide nem tudnak jönni, mert lehetetlenség ezt a címet belőni, és órákat nem fognak tekeregni. Azt ígérte nekünk valamikor a 7. kerület vezetősége, hogy ez a különleges skanzen élő embereken kipróbálni azt, hogy ki mennyire ért a közlekedés szervezéshez, egy idő után véget ér. Úgy tűnik, hogy nem tér véget. Megnyugodhat mindenki, mert ez valóban csak egy átmeneti időszak, mégpedig a harmadik, hiszen a múlt héten a polgármester meghosszabbított ezt ismét 180 nappal, de egyébként hozzátették azt is, ami rossz hír, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni. Lehet, hogy a kabinetvezető úr volt, vagy a polgármester úr, de azt biztosan mondták, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, illetve látszik is a szándék, hiszen már egy éve felbolygatták a kerület közlekedésének a rendjét. Itt is egész egyszerű... Egy kabinetvezetőnek egyáltalán joga van nyilatkozni ilyen témákban? Neki nem az a feladata, hogy a főnökének a munkáját támogassa? Tájékoztatást adni mindenképpen lehet, illetve amit a főnöke a hatáskörébe rendel, és a jogszabály nem tilt, abban eljárhat, de én egészen más funkciót képzelnék el egy kabinetfőnöknek, viszont itt is egy egészen egyszerű és tiszta gondolkodásra lenne szükség, hogy az utakat és az utcákat azért építették, hogy azon közlekedjenek az emberek. Azért, hogy el lehessen jutni a kerület egyik részéről a másik részére. Nagyon sok probléma fakadt abból az elmúlt hónapokból, hogy egy-egy építkezés és daruzás miatt, ha lezártak egy utcát, akkor át sem lehetett menni a hurok rendszeren, és ez megnehezítette az embereknek az életét, és ez egy nagyon súlyos probléma, és nagyon nagy teher a lakosság részére, hiszen akik munka után mennének haza, és telítve van a Rákóczi út, terítve van a körút, ráadásul a körút egysávos, nem tudnak közlekedni az emberek, és láthatóan... Mióta kiválasztottak, bicikliznek? A kerékpárral rendelkezők bicikliznek, néha, amikor látjuk őket. Ha nincsenek, akkor sem lehet használni azt a sávot, hiszen a kereszt szerint ez egy kerékpáros sáv. Én azt látom, hogy mindent fordítva csinálnak, mint ahogy kellene. És a 22-ben ők győznek, akkor az egész ország biciklisává fog változni? Azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg a Dunán lesz egy vízi biciklisáv, de bízom abban, hogy győzni fog a józanész, és az emberek látják azt, hogy milyen károkat okozhat helyben, ha nem megfelelő kezekben van a kormányzás, és el tudják képzelni, hogy mit okozhat ez országosan, hogyha országosan más kezekbe kerül a kormányzás, hiszen ha itt helyi adót akartak emelni, akkor ne legyen kétségünk abban, hogy országosan is megemelnék az adókat. Képviselő úr, egy pályázat kiírása biztos pénzbe kerül, a Damjanich utca 4 újból kalapács alá kerül. Az előző alkalommal egy középszerű média munkás, aki elszegődött a 7. kerülethez, volt a döntőbizottság tagja. Elég érdekesen döntöttek előbb. Most megint ugyanazok döntenek, ugyanúgy, mint korábban? Ez nem kerül pénzébe a kerületi adófizetőknek? Minden a kerületi adófizetők pénzébe kerül, és a vagyon is őket illeti. Tehát az ingatlan vagyon is a kerületi lakóké, ezért nem mindegy, hogy azt hogyan hasznosítjuk. Mert egy tendencia alakult ki, hogy ugyanaz a döntőbizottság a különböző kulturális és ingatlan pályázatoknál az elmúlt pályáztatások során értetlenül állunk
előtte, hogy hogyan történt a kiválasztás, hiszen a korábbi években, az elmúlt évtizedben mindig egy szakbizottság döntött erről. És ha van egy pontrendszer, szempontrendszer, ami alapján kiválasztják a nyertes feleket, akit adott esetben van már, hogy korábban is említettek, mint favorit versenyző, akkor szerintem egy szakbizottságnak kellene eldönteni azt, hogy mire mennyi pontot adnak. Hiszen ha említek egy példát, hogy közműszolgáltatásra, vagy oktatásra, vagy éppen a financiális részre, a pénzügyi részére a benyújtott pályázatnak lehet adni 30-40-50 pontot, mi alapján dönti el egy laikus, gondolom én, hogy laikus, hiszen akár lelkész, vagy akár média munkás végzettsége van, hogy arra most 15 pontot, a 17 pontot, 18-at, vagy éppen 20-at. Picit olyan érzésem van, mint amikor a szépségversenyen emelgetik a táblát, és én azt gondolom, hogy ez nem jó gazdálkodás a vagyonnak. Egyébként itt még mindig nagyon sok nyitott kérdés van, hiszen egy hónapon belül másodszor írták ki annak az épületnek a pályázatát, ami sok botrányt elszenvedett az elmúlt időszakban, Damjanics utca 4-ben, ahol az SFE is helyt kapott, és sok nyitott kérdés van a pályázat kiírásával kapcsolatban is, de egyáltalán azzal, hogy az SFE hogyan került oda, hiszen nem ők nyerték el a pályázatot, beköltöztek-e, birtokba vették-e, kivette birtokba, aláírták-e a szerződést, és hogyan adták vissza. Megkapták-e a kauciót, és elszámoltak-e arra az időszakra a bérleti díjjal, amíg náluk volt az ingatlan. De amíg ezt nem tisztázták, addig azt gondolom, hogy nem lehetne gondolkodni erről az épületről, de itt van még egy súlyosabb dolog is, hiszen azt gondolom, hogy a pályázatnak az újbóli kiírása sumák titkos módon, hiszen ebbe se vonták be a képviselőtestületnek a tagjait, olyan tételekkel kiegészítve, ami biztosan nem illik egy zeneiskolára. Én azt gondolom, hogy ez a kultúrának és a zeneiskolának az ismételt arconcsapása, hátat fordítottak ismét a zeneiskolának, és a botrányok ellenére is úgy döntenek, hogy a zeneiskola nem kaphatja meg azt az épületet, amit az előző testület kollektíven neki szánt. Nem lehet, hogy rossz indulatú módon kihasználják, hogy a zeneiskola igazgatója jelen pillanatban éppen kórházban ápolásra szorul, és nem tud indulni, vagy nincsenek meg a lehetőségek, hogy egyáltalán megnézzék ezt? Nem ez a módja ennek. Azt az épületet a zeneiskolának újítottuk fel. Oda lett nekik ígérve. Egyébként a polgármesterek között, az önkormányzatok között van egy jogfolytonosság. Tehát ha volt egy korábbi ígérvény, azt először is vissza kell vonni, és nem meglepetést kell okozni, hogy nem nekik jár. Másrészt az az épület, az az erzsébetvárosi lakóké, az erzsébetvárosi gyermekeké. És olyan funkcióval kell megtölteni, hogy a legjobban hasznosuljon. És az egy zeneiskola. Tehát zeneiskolaként kell használni. Sajnos a jelenlegi 7. kerületi vezetésnek nagy hiányosságai vannak. Például az erőműházat ők nem tartják kulturális centrumnak, tehát mindegy kultúrházat, mert azt ők elavultnak ítélték meg, olvastam. Nagyon érdekes egyébként a bírálatnak a rendszere, hiszen említettük azt, hogy nem teljesen világos a szakmaisága a bírálóbizottságnak. Ez egy művelődési központként funkcionált az elmúlt években, illetve félig irodaházként. A pályázati kiírásnak is megfelelően közművelődési célokat, illetve oktatási célokat szolgált és szolgálna az épület. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a bírálati jegyzőkönyvbe olyan megfogalmazásokat tettek az egyes pályázókra, ami éppen azt kifogásolja, hogy alapvetően ez egy művelődési házként, illetve a közművelődést, és éppen a helyi lakókat szolgálná. Meddig tűrik a kerület lakói, illetve az ország adófizetői, hogy ilyen szerencsétlenkedéseknek lehetőséget adjanak? Hát ez a lakókon múlik, a képviseletet mi biztosítjuk, de láthattuk azt, hogy fellángolások vannak, hiszen az ország legnagyobb tüntetése az elmúlt esztendőben az éppen Erzsébetvárosban volt, és az sem véletlenül. Kedves nézőim, Verez Zoltán, 7. kerületi önkormányzat Fidesz-KDNP-s frakció képviselőjét látták és hallották. Most következik felvételről dr. Magyar György, a nemzet ügyvédje, lelkiismerete. Figyeljenek oda a beszélgetésre, hisz érdekes válaszokat hallhatnak. Tartsanak velünk!